Elindultam szép hazámból. Magyarok a nagyvilágban. A bújdosó levélíró, Mikes Kelemen. A titokzatosan megszólított és bizonyítottan azóta sem azonosított édes néném, bármelyikünk lehet, aki olvassa sorait. Olyan különlegesség ez a mű a magyar irodalom és történelem számára, amihez fogható alig ha akad. Az 1690-ben a székelyföldi Zágonban született Mikes Kelemen 71 életévéből 5 évtizedet számüzetésben töltött. Ez alatt hol bájos, hol keserédes, leginkább társalgáshoz hasonló hangvételű beszámolókat írt az idegenbe kényszerült szabadságharcosok mindennapjairól. 207 levél igazán szórakoztató olvasmány. Könnyed, játékos, humoros, sokszor ironikus történetekből. Így ír róla Hopp Lajos, Mikes Kelemen életművének 20. századi kutatója. Mikes a késő barokk, rokokó, szép próza utolérhetetlen tollú mestere. A régebbi magyar prózaírás klasszikus alakja. Rákóczi fejedelem oldalán nőtt fel a kuruc szabadságharc éveiben. Később a Rákóczi emigrációban élt és alkotott. Az első kiadás cím oldalán a következő áll. Törökországi levelek, melyekben második Rákóczi Ferenc fejedelemmel bújdosó magyarok történetei más egyéb emlékezetes dolgokkal együtt barátságosan eliadatnak írta Mikes Kelemen az említett fejedelemnek néhai kamarása. Most pedig az eredetképpen való magyar kézírásokból kiadta Kulcsár István, az ékes szólásnak tanítója szombathelyen nyomtatta Sies Antal József 1794. A kéziratot ma az Egri Főegyház megyei könyvtárában őrzik. Mikes Kelemen ezen kívül számos idegen nyelvű vallási, egyháztörténeti és pedagógiai művet fordított le magyarra a rodostói számüzetése alatt. Petrovics Emil 1981-ben írta meg ötödik kantátáját, ami a Törökországi Levelek címet viseli. A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.